egy gyönyörű teraszon madárcsicsergéssel kísérve, de remélem azért a hangodat nem nyomják el a kismadarak, beszélgetünk. És gondolkoztam, hogy mivel kezdjük, és jöttünk be, ott áll egy gyönyörű hófehér. Hát ezt talán lehet mondani, hogy luxusautó. Ami a munkád gyümölcse annyira, hogy majd elmondod, hogy hanyadik Two Drive-nak köszönheted ezt a vadonatúj autót. És akkor el is indulhatunk azon, hogy miből hanyadik évből 20., azt tudom, tehát vannak ilyen kerek évfordulóid, úgyhogy csapjunk bele. Így van, 20. éve lesz október 31-én, hogy aláírtam a regisztrációs lapot a Foreverhez. Ez egyszerűen annyira hihetetlen számomra is, hogy úgy eröpent az idő, hogy csak visszagondol az ember, hogy mikor kezdte, és 20 év. De annyira tartalmas volt, és annyira izgalmas, és annyira, hála Istennek, sikerekkel teli, hogy nem is tűnt olyan soknak ez. Az autó, ami kinn áll a ház előtt, az egy gyönyörű, hófehér, hobbi terepjáró, SUV, négykerekes, M-pakett autó. Egy nagyon kecses, egy nagyon-nagyon erős autó. És azért mondom, hogy egy álom megvalósulása, mert előtte egy olyan terepjárónk volt, amit a kislányunk miatt egy nagyobb autót kellett venni, ugye babakocsi beférjen, utazgatunk, nagy bőröndök, és most már meg lehet engedni egy olyat is, ami már tényleg egy kicsit ugye az utakon való vezetési élvezetnek, illetve hogy egy nagyon mutatós autó, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez már a 6. ilyen autó, amit a Forever Living finanszíroz nekünk. Hát igen, akkor tulajdonképpen 18 éve vállalati kocsid van. Így is lehet mondani. Ez azért jó. Jó, és akkor, de hát ez csak a kisebbik része az elismeréseknek. Az ígülök, a minősüléseid, akkor ezt kezdjük el, hogy indult el a karriered? 20 éve regisztráltam, akkor én még Salgótéren környékén éltem, a volt feleségemmel kezdtük el építeni az üzletet. A második évben már gyakorlatilag senior menedzseri szint, első évben menedzseri szint, senior menedzser, a Forever Two Die program, és regisztrációtól számítva 4 év múlva már a Csermez Bumsz, akkor ugye még másképpen hívták. Most az idén a 11. Chairman's bónusz csekkünket vehettük át. Ez a 11-ből már a 3. alkalommal a Chairman's 2-es szintje, ami azt jelenti, hogy 3 külön vonalon üzleti partnereink szintén teljesítették a Chairman's-t, és most az 5. alkalommal teljesítettük a Eagle Soaring elismerést. Ezt nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a csapatból összesen a mi csapatunkban 15 Eagle menedzser van, és hát mind a jutalomutak, mind pedig az az életszínvonal, amit ennek a sikernek köszönhetően élhetünk, ez valami álomszerű. Úgyhogy mi minden nap elmondjuk, hogy hálásak vagyunk annak, hogy a Foreverrel találkoztunk, és áldottnak érezzük magunkat, hogy egy ilyen céget képviselhetünk. De ugye hát mindig az újakra gondolok, amikor a nagy, úgymond nagy öregekkel, ezzel persze nem öregbítelek téged, csak az érdemeidet. Tehát az újakra gondolva, ugye, hogy képzeljük el, vagy ők képzeljék el, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt az, amit te mondjuk ott hagytál a civil életben? Mi volt az, amitől ma talán gyorsnak tűnik, hogy mennyi alatt lettél szenior például? Miközben a világ most gyorsult föl, talán jobban, de valahogy tényleg ezek a nagy öregekkel való beszélgetés során mindig arra döbbenek rá, hogy egy év alatt ez meg lett, fél év alatt az meg lett. Szóval, hogy ma egy év alatt egy menedzsernek örülünk, nem? Így van. Ez egy nagyon jó kérdés. Valóban mostanában az elmúlt időszakban gyorsult fel úgy a világ, hogy az online platformok megjelenése lehetővé teszi, hogy nem kell annyit utazni A-ból B-be. Az biztos, hogy hozzátesz, igen. De talán az én sikeremnek az egyik titka, vagy az eredményességemnek, vagy a gyorsaságomnak az egyik titka, az a hihetetlen nagy motiváltság és szenvedély, ami bennem volt, amikor megismertem a Forever Marketing rendszerét, hogy ezzel meg tudom változtatni az életemet. Azt az életet, ami egyébként nem volt annyira rossz, főállásban egy nyomdaipari cégnél voltam vezetőbeosztásban, illetve volt egy saját reklámkiadó cégem, ahol üzletkötők dolgoztak nekem, és igazából az egész országban én különböző kiadványokat adtam ki. Tehát két területen is dolgoztam, és harmadik területként jött be a Forever.
De a legnagyobb motiváció az az volt, hogy ezt a kettőt le tudom váltani, és szabad életet tudok megteremteni, ami azt jelenti az én értelmezésemben, hogy nem kell idegeskednem a bevételek miatt, nem kell bejárnom egy munkahelyre, nem kell egy irodát üzemeltetnem, hanem én szabadon tudom a forever üzletemet építeni. Akkor offline dolgoztunk, és én el kell, hogy mondjam, én 13 éven keresztül offline építettem az üzletet, most az utolsó 7 év az, amikor már áttértünk egy kicsit kényelmesebb üzletépítésre, de nem könnyebb ez az üzletépítés, mert itt is ugyanúgy dolgozni kell, itt is ugyanúgy kommunikálunk emberekkel, itt is megvan a nagy számok törvénye természetesen, csak azért kényelmesebb, meg nem kell sok száz kilométert autóznom országokba, vagy éppen az ország másik felére, ezt egy videóhívással meg tudom oldani a teraszomról, vagy éppen az irodámból. Én 10 hónap alatt értem el belépéstől számítva a menedzseri szintet, és én a 8. hónapban le is számoltam a cégemnél, ahol dolgoztam, és eladtam a saját cégemet. Tehát fölégettem magam mögött mindent, és azt mondtam, hogy akkor csak a forever. Tehát 20 évvel ezelőtt az a 8 hónap pont meggyőzött. Így van. Meggyőzött mindenről. És ezt tudom, meg ezt sokan mondják, hogy nincs főnököm, nincs beosztásom, de te eleve vezető voltál. Tehát tulajdonképpen tőled senki nem kérdezte volna meg, hogy miért nem értél be 8-ra, csak 9-re. Tehát mit tudott mégis a Forever, hogy egy ilyen szituációban te mindent felégetsz magad mögött? Amikor én találkoztam mentorommal, Tóth Sándorral és Vanya Edinával, akkor az én számomra az a hétköznapi élet, amit ők éltek, és ezt a szót idézőjelbe teszem, ez a szabad élet, nagyon jó autóval jártak. Egy férfinek az valamilyen szinten, ez egy fontos momentum volt, és beállt az én régi autóm mellé az új autójával, és azt mondtam, uravatyám. Az a rengeteg utazás, jutalomút, amit a Forevernek köszönhetően ők megkaptak, éves szinten 2-3-4 ilyen jutalomút, plusz egy olyan jövedelem, amitől én annyira távol voltam mind a vállalkozó életben, mind pedig az alkalmazott életben, hogy ilyen elképzelhetetlen volt még 20 éves távlatból is, hogy ilyen bevételeim legyenek. Ez így összességében volt mindegy csomagban a motiváció, és azt mondtam, hogy ha ők meg tudták ezt csinálni, nyilván mivel belenéztem a Forever sikernapjaiba, újságokba, rendezvényekre elmentem, ezért láttam, hogy mások is ezt el tudták érni, akkor azt mondtam, hogy én erre képes vagyok. Önbizalmam mindig volt, én sportoltam elég sok területen, és tudtam azt, hogy ahhoz, hogy én sikert érjek el, ahhoz nekem meg kell dolgoznom a sikerért, ahhoz nekem lemondások lesznek, ahhoz önfegyelemre van szükség, talán ez nem volt probléma, és azt mondtam, hogy mindenkit, akit én életem folyamán megismertem, én meg fogok keresni a Forever lehetőségével. És elmondom, hogy én mivel foglalkozom, megmutatom a marketingrendszert és a termékcsaládot. És így egy szűrőn gyakorlatilag átengedem ezt a sok embert, és fönnmaradnak azok, akik terméket fognak használni, és fönnmaradnak, akik üzletet akarnak építeni. Így indult, és ez jól működött. Tehát hány százalék maradt fönn? Hát azt mondom, hogy az első időszakban a lelkesedésemnek köszönhetően egy ilyen 80-20 az megvolt, tehát a 20%-a az abszolút érdeklődést mutatott. Természetesen utána volt lemorzsolódás, tehát azt mondom, hogy megkeresetteknek a 10%-a az, aki velem maradt termék vagy üzleti úton. De hát, ha ezt tudjuk az elején, hogy a network marketingnek vannak ilyen alaptézisei, alapszabályai, akkor ezt csak föl kell fogni és meg kell érteni, és ezzel kell dolgozni. Mert ha ez az üzlet úgy működne, hogy akit megkeresünk, az elindul ebbe az üzletbe, akkor mindenki ezzel foglalkozna. Tehát nem lenne kihívás. A network marketing egy nagyon szép szakma. A network marketing megtervezhető, kiszámítható, mert itt csak az nem lesz sikeres, aki abba hagyja, vagy aki nem azt csinálja, amit tanácsolnak neki a vezetők. És ha ezt fölfogjuk, ezt megértjük, akkor egyszerűen csak tenni kell a dolgunkat, persze ehhez kitartásra van szükség. Mert a siker nem mindig jön gyorsan, nem mindig azonnal jön. Be kell rendezkedni hosszú távú gondolkodásra, kinek mi a siker. Van, akinek a menedzseri szint, van, akinek egy senior szint, van, akinek az autóösztönző. Én azt mondom, hogy én egy csomagba gondolkoztam, én azt láttam, hogy én mindent ki akarok venni ebből az üzletből, amit ki lehet. Hála Istennek, elég jó úton járunk. Az, hogy most soaring menedzseri szinten vagyunk, és már 5. alkalommal megvan az Eagle Soaring elismerés, ez van, akinek kevés lehet, van, akinek lassú. Én azt mondom, hogy egy csodálatos életet tudunk élni, egy olyan jövedelmet tudunk a Foreveren keresztül keresni, amivel meg tudjuk teremteni a biztonságunkat,
A kislányom 3 éves, velünk él itt Debrecenben, nagylányom 21 éves, Budapesten egyetemista, mellette dolgozik, utazgatunk, tervezzük az életet, és tervezzük a munkát. Ma már a munka, kialakítottam egy irodát a lakásba, én szeretek számítógépről is dolgozni, de ma már a munka egy okostelefon. És ezt egy tengerparton is el tudom végezni, egy teraszon, egy szobába, igazából én márkát is építünk, hogy egy kicsit kíváncsiak legyenek ránk az emberek, de kontaktálunk az emberekkel. Mert én azt gondolom, hogy azt várni, hogy bekopogtassanak hozzánk az ajtón, vagy bekopogtassanak az interneten keresztül, csak azt várni, az szerintem nem biztos, hogy hosszú távon hoz sikert, hanem egyszerűen, mint régen az offline világban, meg kell szólítani az embereket, és el kell mondani, hogy figyelj, én ezzel foglalkozom. Ha bármi ebből a tevékenységből számodra érdekes lehet, beszéljünk róla. Termék, üzlet, nézzük meg. Egyik se, semmi gond. Akkor beszélünk az időjárásról, vagy éppen bármi másról. Te jó, hogy említetted ezt az én márkát, ezt a My Brand, úgyis van is az újságban egy ilyen rovat, hogy nekem pont az jutott eszembe közben, hogy azért senki nincs két egyforma ember. Tehát tudjuk, hogy ez tanítható, áthatható, te is mondtad, hogy vagy abba hagyod, vagy nem azt csinálod, amit. De akkor is, Tóth Sanyi nem ugyanazt csinálja, mint Lapic Tibi, mint Berkics Miki, Szabó Józsi, szóval ahány ember, annyi. Tehát mi a, hogy fogod meg a magadat, a saját én márkádat? Ahogy ezt megfogalmaztad, kicsit ki is rázott a hideg, mert azonnal a küldetésnyilatkozat jutott az eszembe, hogy itt az egyének azok lehetnek, akik szeretnének, akik lenni akarnak, és pontosan így van. Egy céget képviselünk, egy üzletet építünk, de különbözőek vagyunk gondolkodásba, stílusba, szókincsbe. Mindenkinek van egy saját személyisége, egy egyénisége. És azokat az embereket keressük, akik azzal az érdeklődési körrel, ami iránt mi is érdeklődünk, ugyanúgy azzal rendelkeznek, azokat az embereket keressük, akik a mi életünkkel kapcsolatban úgy gondolkoznak, hogy ez szimpatikus, legyen a sport, legyen az gyereknevelés, legyen az autó, legyen az utazás, bármi más. Mindenki a saját én márkáját építi, mindenki a saját brandjét építi, mi nem MLM-es brandet építünk, hanem mi saját személy brandet építünk. A közösségi média egy hatalmas lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat. Ez egy ingyenes reklámfelület, úgymond. Természetesen itt is okosnak kell lenni, mert nem a magamutogatás a lényeg, nem a ki vagyok, mi vagyok, hanem az, hogy egy kicsi betekintést engedjünk az életünkbe. És hogyha valaki azt mondja, hogy szimpatikus, vagy kérdései vannak, azzal elkezdünk kommunikálni. A network marketing nem volt mindig ilyen. A network marketingnek nem szabad elfelejteni az alaptéziseit, az alapszabályait. Az, hogy kulcsember legyél, az, hogy használd a terméket, az, hogy mutasd meg havi szinten sok embernek a marketinget, az, hogy legyenek új fogyasztóid, az, hogy olvas könyvet, az, hogy a felépítést használd, az, hogy járj rendezvényekre. Mert attól, hogy online világban élünk, vannak online rendezvények, de ugyanúgy vannak offline rendezvények. Igen, is. És ez most, hogy túl vagyunk a 25. születésnapon, sokat álltam ott melletted, tehát aztán mi operatőrként, te meg műsorvezetőként, tehát az összehasonlíthatatlan, amit ott átélünk azon Igen. a színpadon. Tehát ha nem így lenne, akkor nem is lenne az az öröm, hogy 2 percre felmehetek, fél percre felmehetek, átszaladhatok a színpadon. Szóval ez egy olyan ösztönző erő, ezt tudjuk. És ebből is jön a következő kérdésem, hogy nem lehet csak online csinálni semmit. Én is azt gondolom, hogy egy balanszt meg kell, egy egyensúlyt találni, mert mindenki él egy lakóközösségbe, mindenkinek vannak szomszédai, rokonai, ez butaság lenne ezt nem kihasználni is emberekkel beszélni, mert teljesen más, amikor 2 ember egymás szemében néz, teljesen más, amikor találkozunk. Amikor ahogy más az, hogy ott álltunk, hogyne, te is a színpadon, hogyne, vagy nézzük ezt egy hogyne. Képernyőn. Igen, már hogyha ezt említed, akkor hagyd mondjam el, hogy hát azt hiszem most már 16. éve, vagy 17. éve, nem is tudom pontosan, 16. éve a sikernapokon van szerencsém azt a műsorvezetést ellátni, ami az elismerési részről igen, szól. Igen. És egyrészt egy nagy megtiszteltetés, hogy dr. Miles Sándor egy bizalmat szavazott annak idején nekem. Sokan említik is, hogy Lapis Tibor a Forever hangja, pont ezért. És nagyon nagy dolog számomra az, hogy ugyanúgy a Forever Holiday Rally-n Porecsbe
hát az 15 éve körülbelül Jadrankával műsorvezetőként, most már ugye mióta Gyémánt Holiday Rally az ott is ugye elismerési részt vezetni. Teljesen más így részt venni egy rendezvényen, egyrészt nagy felelősség, amikor színpadon van az ember és beszél, másrészt óriási megtiszteltetés, hogy egy ilyen szerepet kaphat az ember. Persze az elismerési rész is egy óriási dolog volt, és ha visszakanyarodhatok a 20 évvel ezelőtti énemre, hiszen ahogy mondtad, ez a cikk is, vagy a riport is egy kicsit az újakhoz szól, az egyik legnagyobb motiváció, amellett, amit elmondtam, a pénz, a szabad élet, az utazások, az az elismerés volt. Az, hogy rövid időre ott lenni a színpadon, hogy megmutatni magam szupervájzorként, fölmenni, fotózkodni az országigazgatóval, és egyre kisebb és szűk körbe tartozni, majd menedzser, majd szenyor, és ez végig kísérte az utazásom, a foreveres utazásom első 5-6 évét, amikor ez volt az egyik legerősebb motiváció, hogy a sikerek okán gyakorlatilag bekerülni egy újságba vagy színpadon lenni, és ahogy halad az ember, ahogy fejlődik, egyre jobban ez áttevődik abba az irányba, hogy már a munkatársak legyenek fönt, a munkatársakat látni, azokat a mentoráltakat, akiket mi a csapatba behoztunk az üzletbe, mentoráltuk őket, segítettük, és belőlük minél többet látni a színpadon. Ez pedig egy másik szintje az örömnek és a boldogságnak, amit át tudunk élni, hogy úristen, egy kicsit mi is részese lehetünk annak a sikernek, hiszen tevőlegesen a tanításában, mentorálásában részt vettünk. De egy kicsit kérdezhetlek erről, ugye mondtad ezt, hogy első feleségem, tehát és tudjuk is rólad sokan, hogy egy új életet kezdtél, és ebben nyilván az anyagiak is benne vannak. Tehát, hogy egy közben eljutottál a Foreverben valahová, és egy új ház, egy új egzisztencia, azért ez is az a környezet is, amit majd úgy vágóképeken látni is fognak a nézőink. Ez azért mutat valami fajta sikert, visszajelzést. Szóval ez hogy esett? Mennyit akarsz erről elmesélni? Hát 7 évvel ezelőtt gyakorlatilag volt egy váltás az életemben, amikor a volt feleségem döntésének köszönhetően gyakorlatilag mi két irányba mentünk. Azért mondom, hogy az ő döntésének köszönhetően, mert nyilván egy kapcsolatban egy hibás sosincsen. Én ezt le is zártam. Nagyon nehéz volt abban az időszakban, mert én nem így gondoltam a jövőmet. Anyagilag is nagyon nehéz volt, mert közös üzlet, közös volt minden. Nem volt egyszerű a folyamatok lezárása, talán ennyit mondanék csak róla. De tudom, hogy minden olyan dolog, ami nehézséget hoz az ember életébe, azt azért kapjuk, hogy még jobb életünk legyen. Azt azért kapjuk, hogy egy ajándék vár ránk utána. Teher alatt nő a pálma. Ahogy mondod, pontosan. Akkor nyilván megélni nem feltétlenül így gondolja az ember, mert akkor nem biztos, akkor hogy a pozitív... Ezt nem kértem, uram. Igen. Nem a pozitívumot látja, hanem egy kicsit azt, hogy ja Istenem, most ezt miért kapom. De pár hónappal később jött a nagy ajándék az életemben, megismertem Enikőt, akivel csodálatos életünk van, boldogan élünk most már 8. éve, gyönyörű kisgyermekünk született, és teljes mértékben közösen építjük az üzletet, ami azt jelenti, hogy a Lapic hálózatban ő ugyanúgy mentorként vesz részt, ő ugyanúgy a csapatot támogatja a konzultációkba, tehát teljes mértékben bevontuk őt, és bevont ő magát, mert... nem mindig az üzleti szint elérése az, ami fogja tudni az embernek azt eredményezni, hogy ő jó mentor legyen, hanem az, hogy mennyire értünk az emberekhez, vagy az emberek nyelvén, hogy az emberi kapcsolataink milyenek. És sokszor ez az egyik legdominánsabb, vagy a legkardinálisabb pont, hogy az ember hogy tud bánni az emberekkel, és hogy viszonyul a munkatársaihoz. Jól értsem, Enikő ugye papíron egyik alsó vonal. Így van. Tehát ő nem szóring, de mégis a te munkádat, ahogy tudja, abszolút, támogatja. Abszolút. Így van, önálló kódja van az én frontomon, gyakorlatilag abba is dolgozik, tehát építő önállóan az üzletet, de az egész Lapic csapatot, úgymond a szóring csapatot ugyanúgy támogatja, ugyanúgy mentorálja. Ez egy óriási segítség volt nekem, hiszen én férfiként lehet, hogy nem ugyanúgy tudok kommunikálni a nőkkel, vagy nem is a férfi és a nő a kérdés, hanem a személyiségtípusok. Ugye különböző személyiségtípusok vannak, van a kicsit lazább, van a kicsit vidámabb típusú, én meg az a szabálykövető, az a profi, a rendszert, a marketinget kövessük típusú vagyok, és nem mindig találtam meg a megfelelő szót, vagy a megfelelő
kommunikációt azokkal az emberekkel, akik inkább a lazább üzletépítést képviselik, és Enikővel ebben nagyon jól kiegészítjük egymást. Tehát ti is azok vagytok, az a pár, akiknek megy az, hogy együtt dolgozunk, együtt kelünk, együtt fekszünk, együtt élünk, együtt neveljük a gyereket, és ez nem unjuk meg egymást. És ettől vagyunk a legboldogabbak. Abszolút nincs olyan igényünk, hogy menjünk el egymástól, 2-3 napra adjunk egymásnak szabadságot, sőt, már hogyha egy fél napra nem vagyunk együtt, akkor már hiányunk van. Tehát amikor két fél ennyire szereti egymást, és ennyire összhangban van, akkor ez egy valami csoda, hogy ezt megkaphatja az ember. És két különböző személyiségtípusról beszélünk. Én a kolerikus vagyok, ő a szangvinikus, és mégis eszmérve jól. Hát így egészítitek ki egymást. És finomítjuk egymást. Ő finomít engem, hogy egy kicsit lazább legyek, én meg a rendszerbe, a profizmusba egy kicsit segítem őt. Hát ilyen, akkor zárjuk a beszélgetést azzal, mert nagyon jó volt, hogy mik az ilyen közeli idei tervek, vagy amiket így tisztán láttok már magatok előtt. Sok minden átértékelődik az évek folyamán az emberben az üzleti tapasztalatok kapcsán. Mondhatnánk azt, hogy ugye a Soaring után jön a Zafír szint, ugye a marketing terve. Az én motivációm mégsem ez, hogy elérni a Zafír szintet, hanem ugye a Chairman's bónusznak a kettes szintje már egy olyan összeg, már egy olyan jövedelem, ami nem hétköznapi, és ezt megkapni, ezt birtokolni, ez valami fantasztikus dolog. És az én motivációm az, hogy az elkövetkezendő években, és itt most beszélhetünk akár 5 évről, természetesen a Zafír menedzseri szint az a munkából ki fog jönni. Tehát dolgozik az ember, szélesít, jönnek föl menedzserek, ez meg lesz. De a legnagyobb motiváció az, hogy én előkészítsem, és dolgozzak folyamatában azon, hogy a Chairman's bónusznak a 3-as szintjét teljesíteni, amit ugye jelenleg Berkics Miklós a magyar régióban, aki teljesít. Ehhez ugye 6 vonalra van szükség, 3 nagyon szép és nagyon stabil Chairman's bónusz vonalunk van. Mi azon dolgozunk, hogy a következő 3 olyan Chairman's-es vonalat támogassuk, akik majd ezt a szintet elérik, ezt a minősülést megkapják. Ezáltal gyakorlatilag a mi minősülésünk is abszolválva lesz. Hát legyen így, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.